amikor fölhívtalak telefonon, hogy jönnénk és csinálnánk ezt az interjút, akkor azonnal ráálltál. Majdnem azt mondom, hogy szinte örültél is. Örülsz annak, hogy újra nyilvánosság elé kerülsz? Hát inkább annak örülök, hogy van, akinek eszébe jut még, hogy volt akkor egy olyan válogatott, amelyik kijutott a világbajnokságra, illetve volt szerintem egy videóton, egy győr, egy-két olyan csapat, aki a 80-as években még komoly nemzetközi sikereket is elért, és természetesen erről mindig szívesen beszélünk. De nem csak erről lesz egyébként szó, hanem szó lesz arról, hogy Burcsa Győző hogy él most, Burcsa Győző éle az emlékeinek, vagy az emlékeiből, vagy csak emlékezik a szép dolgokra. De elsősorban egy megállapítás, egy konszolidált, nyugodt, középkorú úriember ül velem szemben, aki látszik, hogy lehet, hogy semmi nem hiányzik. Hát a megállapítás helye közel megállja a helyét. Én úgy szoktam mondani, őszülő fiatalember vagyok, de így is nagyon jó volt. Tényleg valóban azt elmondhatom, mert azt nem mondom, hogy nagyon elégedett vagyok, de nekem semmi olyan gondom nincs, ami a mindennapi életemet zavarná. Könnyű kapaszkodót adtál, azt mondod, hogy nem mondod, hogy nem vagy teljesen elégedett. Szóval miért is nem vagy teljesen elégedett? Nem, mert azt mondják, aki kinyilvánítja, hogy elégedett, az már nem akar fejlődni, én még egy kicsit szeretnék. Egész életedben ilyen voltál, hogy mindig egy picivel följebb szerettél volna lépni? Mondjuk ez egy teljesen természetes emberi tulajdonság. Azt hiszem, hogy igen, és talán a sportban azt tanultam meg a legjobban, hogy minden elérhető, és nem másba kell. Más után kell menni, illetve más fejével gondolkodni, hanem azt elérni, amit én kitűztem, független attól, hogy körülöttem mit csinálnak. Akkor kezdjük előről, jó? Mármint a pályafutás, tehát, hogy honnan jutottál el hova? Eljutottál a kezdő szintről egészen Franciaországban, de közben azért volt egy videóton, volt egy rábajató, válogatottság, azért ez szép kaland. Szép, hát azért elmondom azzal, amivel valójában kezdtem, mert én kaposvári születésű vagyok. Kaposvárra igazoltam nagyon fiatalon, a kaposvári Vasasban nevelődtem, onnan a kaposvári Rákóczihoz kerültem, ott 2 év alatt 2 osztályt előreléptünk, NB1-be kerültünk. Tehát én egész fiatalon már ott voltam azokban a csapatokban, akik vagy dobogóért, vagy feljutásért játszottak, és az első NB1-es évünket a Kaposvárra úgy zártuk, hogy életem a csapat gólkirálya 12 góllal, még fiatal tiniként, és ezután az év után kerültem el Fehérvárra. Ugye fehérvári vezetők észrevették, hogy ott vidéken van egy olyan fiú, aki néha betalál a kapuba. Aztán így szép lassan elindult, akkor videótonnál voltam 5 évet, ott nagyon komoly sikert nem tudtunk elérni, pedig nagyon jó csapatunk volt. Hát a komoly siker nekem az, hogy megnyerjük a bajnokságot, vagy dobogó legyünk. Az igazi történet az, hogy 5 évet a Videótonban voltam, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy én 27 éves vagyok, és nincs semmiféle komoly eredményem, meg ha nem hosszú a pályafutásom, váltani kell, akkor mentem Győrbe 3 évre, és akkor a győri évek alatt szereztünk 2 aranyat, 1 ezüstöt, és úgy éreztem, hogy újra váltani kell, akkor mentem vissza a Videótonhoz, és akkor jött az az úgynevezett kupa év, ami 84-85-ben volt, és akkor a kupa év után szerződtem ki Franciaországba, Auxerre-be, tehát elmondhatom, hogy a pályafutásom végül is mindig tudott egy kicsit fölfelé ívelni. Kihoztad magadból a maximumot? Ma már tudod? Hát szerintem olyan ember nincs, aki a maximumot kihozza. Én egyet tudtam, hogy tudok gólt lőni, és ezt el kell adnom. Tehát én akkor is, ugye beszéltünk az előbb a pénzről, hogy én azt mondom, hogy a jó szakembert ma is azt való meg kell fizetni. Aki nem kér, akár játékosként, akár edzősként, az ő teljesítményének megfelelő bért, azt az embert bárhonnan könnyen elküldik. Akire áldoznak, akit megfizetnek, azt 3-szor meggondolják, hogy elküldjék. Téged megfizettek azután, miután hazajöttél Franciaországba, és a Videótonnál lettél edző? Nem, szó sincs róla. Az egy másfajta kihívás volt az életemben. Akkor ezt mondd el, légy olyan kedves. Hát ez egy érdekes helyzet volt. Én kint voltam Franciaországban akkor 4 éve, és hazajöttem az egyik nyáron szabadságra, és a Brávác ott engem
nem azt mondom, hogy behivatott, megkért, hogy fáradjuk be az irodájába. Más volt már addigra a Nexus, ugye? Igen. Addig ő volt a főnököd, most viszont már te obligon kívül voltál, legalábbis ami a videótont illeti. Hát úgy, hogy a ő játékos koromban ő nem volt főnököm, akkor a Dérfalviék voltak, meg a Bencsik Pista bácsi, tehát a Brávácottól nekem játékosként nem volt sportköri elnököm. A lényeg az, hogy bejövetett, hogy mi az elképzelésem, és akkor én nem tudom miért olyan fiatalon azt mondtam, hogy nézd Otto, szívesen vállalok szerepet, de én azért nem jövök haza Franciaországból, hogy az IFI 1-nek, a 2-nek vagy az utánpótlásba edzősködjek. Ha hazajövök, akkor szóljál, ha úgy gondolod, hogy legyek az első csapat edzője. És akkor a következő évben ő hívott. Mezei György után lettem edző. Nem egy rossz sorozat, ugye? Mezei volt edződ, ugye a válogatottnál, igen, ha jól emlékszem, igen, rá. Hogy nem, 86-ban ugye Mexikóban Mezei Gyuri bácsi volt az edző, vagy Mezei Gyuri, nem bácsi, mond most 54 éves. Igen. Gyakorlatilag kiszállva a magyar futballból, majd visszakérdezek, igen, hogy miért is szálltál ki a magyar futballból. Megtaláltad a helyed az életben? Ha, az simán, persze. Hát én akkor nem szálltam volna ki, ha már nem találtam volna meg előtte. És mi ez a hely? Én a vállalkozói szférában dolgozom. Azért ez nem egy családi vállalkozás, egy ember, Burcsa Győző a főnök, és mindent ő csinál, ez több ember foglalkozik. Nem, hát a feleségemmel ketten csináljuk, tehát ez egy komoly jó vállalkozás, szerencsére ő nagyon érti a dolgát, köztünk nincs vita, tudja, hogy én egy racionális, jó, racionális higgadt üzletember vagyok, az üzleti rész az enyém, az egyéb adminisztráció, könyvelés előkészítés, a weblapok feltöltése, meg különböző dolgok, ami a számítógéphez kell, azt mindent ő csinál, nagyon sokat dolgozik, tehát mi ketten nagyon jól kiegészítjük egymást. Azért is működünk jól, mert nincs külső okoskodó, aki nekünk mindig meg akarná mondani, hogy mit, hogy kell csinálni.